A nagybőgő temetésével kezdődött a télűzés Ada határon. Ezt követően tuskót húztak a résztvevők, majd elégették a kisze bábút. Az Adahatári Tanyabarátok Egyesületének rendezvénye amellett, hogy közösséget formál, jótékonysági céllal jött létre. Megszokhatták az itteniek is, és akik ide látogatnak is, hogy minden rendezvényünk valamilyen jótékonysági akcióval van összekapcsolva. Az idén azt találtuk ki, mivel nagyon sok gyerek látogatónk is van, csoportok is jöttek már hozzánk, hál' Istennek, hogy egy játszótérre van szükségünk, és nem is akármilyen, hanem egy tanyai játszótérre. A jótékonykodás mellett a Tanyabarátok Egyesülete fontosnak tartja, hogy tovább vigyék őseink szokásait. Ami a mai esemény, illetve a mai este, a mai nap célja is, hogy a hagyományőrzés, a szórakozás. Tehát ne az legyen, hogy az internet előtt, a Facebook előtt ülünk, hanem kapcsolódjunk ki. Úgy, mint ahogy régen a tanyavilágban az emberek kikapcsolódtak a disznótorokat, illetően házi szórakozás, kártyapartik, lakodalmas zenék, szórakozás, bármi más. Az Adahatári Tanyabarátok Egyesületének télűző eseményén összegyűlt pénz csak a játszótérhez szükséges alkatrészek egy részére elég, ezért szívesen fogadják a használt autó- és traktorgumik felajánlását, valamint a régi, otthon kallódó festékeket is.